Minden magyar. Petőfi Rádió. Ez a hazai Mákkatával. A stúdióban. Varga Kovács Tíme, esküvő szervező, az esküvőkről beszélgetünk. Na hát akkor az első lépéseket vegyük szerintem sorra. Igazából talán még, ami leginkább foglalkoztatja az embereket az esküvővel kapcsolatban, hát azt tudjuk, hogy drága, hiszen sok mindent ki kell ugye fizetni, hogy hol és hogyan tudunk spórolni. De még mielőtt azért tovább mennénk, nyilván tényleg kezdjük el az alapoknál. Tehát fontos, hogy a helyszín az le legyen fixálva. Így van, ahhoz viszont az szükséges, hogy tudjunk helyszínt választani, hogy leülünk egy tollal és szeruzával, vagy egy Excel-lel, és leírjuk a vendéglistát név szerint, családostul, hány gyereke van, kivel jön, tehát egy pontos listát kell írni, hogy lássuk tényleg, hogy körülbelül 60, vagy van a 110 is. Tehát addig nem tudunk helyszínt keresni, amíg nem tudjuk, hogy mekkora létszámra keresünk helyszínt. Tehát a vendéglista az első. Vendéglistában mennyire lehet játszani a, hát idézőjeles számokkal, most nevezzük számoknak az embereket. Tehát ott mi a tapasztalatod, hogy mennyire tudnak könnyedén dönteni a párok? Ugye ezt a részét megint csak nem látom, mert ez az előtt zajlik, hogy velem beszélgetnének, de én azt gondolom, hogy nehéz, ha csak a sajátomra visszagondolok, tehát nagyon nehéz meghúzni egy listát. Főleg minél fiatalabb valaki, annál több barátja van, vagy annál kicsit másképp értékeli ezeket a kapcsolatokat. Azt látjuk, hogy minél fiatalabb a pár, annál nagyobb a násznép, aztán ez így az idő múlásával, vagy esetleg egy második esküvőnél már akár le is feleződhet, de biztos, hogy nagyon nehéz, de muszáj, tehát dönteni kell, hogy mi az a kör. Tehát akkor vendéglista, hogy lássuk tisztán a számokat, hogy hány emberrel kell készülnünk, és akkor a helyszín. Így van, igen. Utána mi következik? Utána azt szoktuk mondani, hogy az úgynevezett, nem ez a jó szó, hogy a legfontosabb szolgáltatók, hanem inkább úgy fogalmaznám meg, hogy aki egy napra csak egy esküvőt tud vállalni, például hogy egy cukrászattól tud több tortát is sütni egy nap, de mondjuk egy fotós egyszerre egy helyen tudott lenni. Tehát ezek a szolgáltatók a következők, ceremóniamester, fotós, filmes, DJ vagy zenekar, ez a következő lépés az ő kiválasztásuk. Aztán jöhet az étel, ital, torta, stb. Így van, ugye a helyszínnel azért már egy kicsit ételt is választottunk, tehát ez a kettő többnyire együtt jár. Ezért a stílusában már az elején is kell gondolkozni, hogy milyen jellegű ételeket szeretnénk, vagy milyen felszolgálást, mennyire elegánsat, vagy hagyományosat. Sok mindent lehet most már látni neten, tehát hogy az ember elkezd egy kicsit kutakodni, vagy van határozott elképzelése, akkor ugye elég könnyű azt gondolom elindulni ezen az útvonalon, de milyen típusú esküvői helyszínek léteznek, mi alapján érdemes szerinted leginkább választani, tehát milyen szempontokat kell figyelembe venni a helyszínnél? Mindenkinek saját maga ízlése szerint kell választania. Nekünk ugye van egy angol nyelvű honlapunk, ahol szoktunk ezzel szoktuk reklámozni Magyarországot, hogy 1000 arca van, és ez tényleg nem túlzás, tehát rengeteg a csárdától kezdve, a kastélyon át, a modern konferenciaszállodáig, hajó, bármi, tehát nagyon-nagyon sokféle helyszín van, nagyon népszerűek a szabadtéri helyszínek, ahol legalább a szertartás meg tud valósulni a kertben, ezek amik népszerűek, illetve sátras esküvők, borászatok, tényleg szinte végtelen a lista, ami közül választhat az ember, és pont ez adja a nehézségét, hogy eldöntse a pár, hogy neki mi az igazi. Hát igen, és tulajdonképpen ahány pár, annyiféle így választási van, lehetőség, ugye? Hát, hogy mi mindennel lehet színesíteni egy esküvőt, nyilván erről is fogunk majd beszélgetni itt a Petőfi Rádióban. Esküvő szervezéssel, lebonyolítással kapcsolatos tapasztalatok, emlékek, ötletek természetesen közben jöhetnek. 0630 30 30 380, ez az SMS számunk, de lehet írni nekünk Viberen is, a Viber keresőbe csak be kell írni, hogy Petőfi Rádió. Varga Kovács Tíme, esküvő szervező a vendégem ebben az órában. Az esküvőkről beszélgetünk, tarts velünk! Ez a hazai Mákkatával a stúdióban. Varga Kovács Tíme, esküvő szervező, az esküvőkről beszélgetünk, hogy hát egyrészt mikor is kezdjük el a szervezést, hogyha szeretnénk egy fantasztikus nagy napot magunknak és a társaságunknak kivitelezni. Azt mondtad, hogy hát van, aki egy-két hónappal előre tud csak gondolkodni, igen, van, aki azért jó esetben egy évvel a nagy nap előtt már el kell kezdeni a szervezést, és ugye az első pont között a vendéglista szerepeljen, hogyha már igen, tudjuk, hogy nagyjából hány fővel szeretnénk kalkulálni, akkor utána már könnyebb lesz a helyszínt is kiválasztani. Ugye, hogyha a helyszínt kiválasztjuk, akkor ott a díszítés, étel-ital kínálat is nagyjából lefedi azt, amivel külön talán nem kell annyira foglalkozni. Aztán jöhetnek a szolgáltatások, mint például ceremóniamester, fotós, videós, zenekar, DJ, hát meg a torta nyilván, ami lehet, hogy más helyről kell beszerezni, és hát az, hogy mi mindennel lehet ezt még színesíteni, hát ott meg tényleg csak a képzelet szabhat határt.
költségvetés az ugye ez nagyon fontos pont, hogy azt hogy érdemes megszervezni, hogy álljunk hozzá. Van egy ilyen minimum szerinted, ami alatt biztos, hogy nem jön ki egy esküvő, hogy kalkuláljanak, vagy ezt főre lehet lebontani a vendéglista kapcsán? Nehéz kérdés, ugye fel szokták tenni ezt a kérdést, hogy mennyibe kerül egy esküvő, no de milyen esküvő ez, olyan, mint a házépítés, tehát mennyibe kerül egy ház, milyen autó. Nagyon át kell beszélni az esküvő szervezővel, hogy mik az elképzelések, és az alapján ő azért fog tudni adni egy előzetes kalkulációt. Nem szoktunk dobálózni számokkal tényleg, tehát hogy mindig átbeszéljük, mekkora a vendég sereg, nagyjából milyen helyszín, küldjön dekorációra inspirációs képeket, hiszen azért az sem egyértelmű, az egy nagyon hosszadalmas folyamat, amíg a dekorációra ajánlatot kapunk, hiszen hogyha nagyon le akarom sarkítani, nem mindegy, hogy egy szál virág van a vázában, vagy tényleg hatalmas virágköltemények, tehát ez is egy összetettebb költségvetés. És akkor ezek alapján, ha ezeket átbeszéltük, akkor azért már fogunk tudni látni egy előzetes becslést a költségekre. Egy kicsit akkor meg is magyaráztad, amit talán első között kellett volna feltennem kérdésként, hogy miért érdemes esküvőszervezőt választani. Hát pont ezért, ugye, hiszen egy esküvőszervező azt átlát mindent, és pontosan tudja, hogy hol és miben tud segíteni, vagy hol lehet esetleg lefaragni az árból. Például, ha valaki azt mondja, hogy jó, szeretnék, de hát van egy bizonyos költségvetés, de azért próbáljuk meg farigcsálni, akkor ott pont ezekből a plusz színesített dolgokból kell leadnunk, és ott tudunk faragni a költségeken? Nem feltétlenül. Én azt szoktam mondani, hogy jó árérték arányú szolgáltatókat kell keresni, tehát helyszínek közt is van olyan, hogy nem is gondolnád, hogyha mondanám, hogy de már pedig ott tök jó áron lehet, és nagyon színvonalas helyszín. Ezeket mi nyilván ismerjük, és ugyanígy a szolgáltatók között is megtaláljuk azokat a szolgáltatókat, akik jó értékarányjal rendelkeznek, rengeteget számít, hogyha ezeket a kis trükköket ismerjük, és hát nyilván egy kicsit az elképzelésekből is le kell adni, tehát hogy ne rendeljünk oda 2 tonna virágot, lehet, hogy egy is elég lesz. Igen, és mennyire érdemes mondjuk olyan helyszínt választani, ahol mondjuk sok mindenből leveszik a vállunkról a terhet, mint hogyha mindent például magunk szeretnénk megoldani. Szervezőként én erre azt mondom, hogy nekem nem annyira szimpatikus, hogyha minden adott, hiszen ugyanaz adott minden párnak, tehát ott van egy fix gárda, és egy kicsit minden esküvő sablonos, tehát én azért szeretem figyelembe venni a pároknak az egyéniségét, a kívánságait, hogyha egyénileg rakhatod össze a saját esküvődet, akkor nyilván akkor lesz olyan, amilyet te szeretnél. Költségeken hol tudunk még faragni? Például, hogyha kis ajándékokat magunk készítünk el, akkor nyilván lehet, hogy egy fokkal beljebb vagyunk, mint hogyha ezt is valahol valamilyen szolgáltatótól megrendeljük. Igen, nyilván, bár ez annyira kicsi tétel, hogy nem biztos, hogy oszt vagy szoroz. A vendég létszámot nagyon át kell gondolni, szerintem főleg, amit említettem korábban, hogy nem biztos, hogy meg kell hívni 200 embert, tehát hogyha belegondol abba az ember, hogy csak egy percet beszélget mindenkivel, akkor a szabad idő, a beszélgetésre rendelkezésre álló idő el is ment gyakorlatilag. Tehát én azért a kisebb létszámú esküvőkben hiszek. Ez a Hazai. Vendégem Varga Kovács Tíma, esküvő szervező, és ahogy hallottuk, az előbb változnak az évszakok, hát változnak az időjárási körülmények is elég rendesen. Ezekre hogy lehet felkészülni, hogyha valaki esküvőt tervez és szervez? Igen, erről idén nagyon sokáig tudnék mesélni. Eddig, ami volt esküvünk május óta, az vagy esett, vagy hőségriadó volt, tehát nagyon oda kell erre figyelni. Mindkét esetre legyen B-terv, én azt tudom javasolni a helyszín választásnál. Tudom, hogy nehéz elhinni, hogy a mi esküvőnkön is esett az eső, de sajnos az a válasz, hogy igen, eshet. Nem szabad bevállalni úgy, hogy nincs hova menekülni, hogyha tényleg leszakad az ég a szertartás előtt fél órával. Ez az idei év valahogy ilyen hektikusra sikerült eddig, aztán reméljük, hogy most már majd megnyugszik minden. Milyen buktatókkal találkoztál egy-egy esküvő lebonyolítása közben? Igazából vagy azért nehéz erre válaszolni. Úgy, hogy mondjuk a párok fejében mi van, és egyébként mi a valóság, hogy a párok fejében milyen buktatók vagy tévhitek szerepelnek. Igen, hát az egyik ez az eső kérdés, illetve a social médiából ömlik ránk külföldi országokból a teljesen szabad téren megrendezett esküvő, ami más országokban, ahol stabilabb az éghajlat, ott megvalósítható, de itt Magyarországon tényleg kiszámíthatatlan. Ez az egyik. A másik, ami egy kicsit
izgalmas téma, vagy érzékeny téma. Nagyon sok helyen olvashatjuk fórumokon, hogy persze azért, mert kimondtam, hogy esküvő, akkor mindjárt kétszer annyiba kerül, meg miért kerül 30-40 ezer forintba rántott hús most kicsit lesarkítva, vagy csak azért, mert esküvő. Itt szeretném eloszlatni a tévhiteket. Nem mindegy, hogy bemegyünk vacsorázni egy étterembe 2 óra hosszára, és utána még ugyanaz az asztal megfordul mondjuk 3-szor vagy 4-szer egy este alatt, vagy kvázi 24 órára miénk a helyszín, hiszen egy esküvőnél délelőtt már kezdődnek az előkészületek a dekorálással. Ott vagyunk hajnalig, és ugye még vissza is kell pakolni a bútorokat úgy, ahogy voltak. Tehát olyankor 24 órát használjuk a helyszínt, a munkaerőt, és használjuk az áramot, meg a vizet, meg minden. Hát igen, ebben sokan nem gondolnak bele, tehát, hogy így, ahogy levezetted, így egyértelmű, hogy nyilván ezért többet kell fizetni, mint egy sima éttermi ebédért vagy vacsoráért. Ugye az is felmerül vendég oldalról, hogy NASZ ajándéknak mi az az összeg, amit hát azért illik kifizetni. Tehát mi az a minimum? Igen, azt szoktuk mondani már jó ideje, hogy legalább annyi legyen a borítékban, amennyibe mi kerülünk. Ugye ez nyilván a vendéglátás része az, amit meg tudunk tippelni. Azt gondolom, hogy most már annyira magas összegekről beszélünk, hogy akár 40-50 ezer forint is lehet ez fejenként. Hány alkalommal érdemes egyeztetni szolgáltatókkal egy esküvő előtt? Tehát ha például zenekar, DJ-t választunk, vagy fotóst, videóst, nyilván ez nem egy alkalom, ez az egyeztetés. Nem, így van. Én azt szoktam javasolni, hogy már a szerződés kötés előtt kerítsünk időt arra is, hogy legalább mondjuk egy videóhívással megismerkedjünk a potenciális jelöltekkel. Én azt szoktam mondani, hogy nem csak a szép honlap, meg az árajánlat számít, hanem a személyiség is, hiszen ők lesznek azok az emberek, akiknek a kezeibe helyezzük az életünk egyik legfontosabb napját, tehát a személyiség is nagyon fontos, úgyhogy én minden páromat arra bíztatok, hogy beszélgessenek a jelöltekkel, és aki a legszimpatikusabb számukra vele szerződjenek le, és aztán hát utána még egy-két alkalommal biztos, hogyha nem is személyesen, de valamilyen formában át kell beszélni a nagy napot, az elképzeléseket, a prioritásokat. Ugye szerződés kötés, ezt azért szerintem emeljük ki, hiszen ha nem akarunk abba a csapdába beleesni, hogy az esküvő napján derül ki, hogy ja, egyébként a fotós már el se lehet mondjuk érni adott esetben, vagy a DJ-t, vagy a zenekart. Tehát ezért fontos az, hogy szerződésben legyen rögzítve minden, hiszen akkor hát egyrészt arra tudunk hivatkozni, másrészt akkor mindenkinek kell tartania magát, ugye ez az időponthoz, illetve az abban meghatározott feltételekhez. Jó, NASZ ajándékról is beszéltünk, hát ugye azt beszéltük itt adáson kívül, hogy igazából azt, hogy milyen trendek vannak az esküvőkön, nem nagyon lehet meghatározni, hiszen ahány ember, annyiféle világ, és mindenkinek más az elképzelése, tehát ez alapján nem lehet így bekategorizálni. Viszont bizonyára felmerül még jó pár kérdés egy-egy esküvő szervezésével kapcsolatban, ha neked is, akkor a 0630-30-30-380-as számon teheted fel a kérdésed SMS-ben, de üzenhetsz Viberen is, illetve a Petőfi Rádió Facebook oldalán. Esküvő szervezéssel, lebonyolítással kapcsolatos tapasztalatok, ötletek pedig jöhetnek szintén bátran itt a Petőfin. Vendégem Varga Kovács Tíme, a esküvő szervező ebben az órában itt a Hazaiban. Ez a Hazai a Petőfi Rádióban. Vendégem Varga Kovács Tíme, a esküvő szervező. Hát ki lehet találni, ugye az esküvőkről beszélgetünk. Fontos pontok vannak, amit kell teljesíteni az esküvő előtt. Például az, hogy gondolatban már, hát jó, ha egy évvel előtte elkezdjük a szervezést. Vendéglistát írunk, kiválasztjuk a helyszínt, a szolgáltatásokat, a tortát, aztán, hogy mi mindennel színesítjük még. Ez talán az utolsó pontok között kell, hogy szerepeljen. Érdemes ugye költségvetést megszervezni, hogy milyen buktatók, tévhitek vannak, erről is beszéltünk már, illetve a szerződéskötésről, ugye ezelőbb ott hagytuk abba. A szerződéskötésnél azért szerintem itt még álljunk meg egy pillanatra, hogy mik azok a pontok, amire nagyon oda kell figyelni, aminek mindenképpen jó, ha tudjuk, hogy benne kell lenni, csak azért, hogy bebiztosítsuk magunkat. Igen, azt szoktuk mondani, hogy amíg nincs baj, addig nincs baj. Tehát a szerződés azért viszonylag ritkán kerül elő a fiókból, de mindenképpen kell, hogy legyen, mindenkit arra biztatok, hogy igenis kössön szerződést a szolgáltatójával. Amikor mégis elő szokott kerülni, az általában az, hogyha a visszamondásra kerül az esküvő. Ez azért nagyon ritka esetben a szolgáltató részéről, ilyen nem nagyon szokott lenni, legfeljebb, hogyha ő akadályoztatva van, de erre az esetre benne van a szerződésben, hogy akkor ő köteles
a pótlásról, a helyettesítésről gondoskodni. Viszont kerülhetünk olyan élethelyzetbe, hogy mi ügyfélként mondjuk vissza az esküvőt, és jó, hogyha le van szabályozva, hogy ebben az esetben mi történik a megfizetett foglalókkal, illetve a hátralévő díjakkal. Nyilván erre a válasz nem egyértelmű, a szolgáltatótól függ, hogy ki mit tud bevállalni, illetve nem mindegy, hogy mennyivel az esküvő előtt történik. Tehát nyilván 6 hónappal előtte azért még van esélye egy fotósnak, hogy eladja magát, de egy héttel előtte az már biztos, hogy veszett fejszennyele. Hát rengeteg stresszel jár, azt gondolom, leszervezni és aztán lebonyolítani egy esküvőt. Ezt az esküvői stresszt, ezt hogy tartatjuk kordába? Főleg ugye itt a házasulandó pár az, aki leginkább stresszel az egészen. Igen. Hogy lehet ezt kezelni, vagy hogy lehet ezt úgy elengedni, hogy tényleg azért a pár is jól érezze magát, nem csak a násznép? Igen, akármennyire kontrollmániások vagyunk a szónak, nem a rossz értelmében, hiszen ez egy személyiségtípus, ott aznap muszáj hátradőlni és elengedni és rábízni magunkat arra, akiket ezzel megbíztunk, legyen a ceremóniamester, vagy szervező, vagy a helyszínen a banketmenedzser. Tehát ott meg kell próbálni élvezni a nagynapot, a másikra figyelni, a vendégekre figyelni, és elhinni azt, hogy mindenki azért dolgozik, hogy nekünk a legjobb legyen. Uh-huh. De talán sokaknak ez a legnehezebb. Igen, és hát ezért is ugye visszaigazolás nyer, hogy miért érdemes mondjuk esküvőszervezőt választani, hiszen egy óriási terhet levesz a pár válláról az, hogy te tudod, hogy milyen szolgáltatók vannak, ugye ebben is lehet segíteni a pároknak, illetve már eleve ugye olyan helyeket ajánlsz, akik megbízhatók, vagy olyan személyeket, és akkor itt már egy csomó stressz az ember válláról lekerül, nem beszélve arról, hogy menet közben, ahogy beszélgetünk mindenkivel, vagy részesei szeretnénk lenni egy-egy sztorinak, akkor nem azzal foglalkozunk, hogy nézzük az órát, hogy úristen, mikor jön a torta, stb. Igen, igen. Tehát, hogyha ezeket a terheket az ember válláról leveszik, akkor én azt gondolom, hogy már sokkal nagyobb nyugodtságban tényleg élvezhetővé válik. Igen, igen. Nem tudom, hogy ezt mondhatom, de így van, abszolút, én így gondolom, igen, hogy ezért vagyunk ott aznap. Igen, igen, igen. Hát, hogy milyen extrém szituációba keveredtél már egy-egy esküvő kapcsán, nem tudom, hogy erről szeretsz-e beszélni, vagy van-e olyan történet, amit szívesen megosztanál a hallgatókkal? Hát nem tudom, hogy kinek mit jelent az extrém. Ilyen polgárpukkasztó dolgok nem voltak meg a mi ügyfeleink, nem az extrémitásoknak a híve, itt az élet hozta az extrémitást, tehát hogy így idefele jövet gondolkoztam, biztos voltam benne, hogy megkérdezed ezt a kérdést, és hogy így mit fogok válaszolni, és hát így a Covid kellős közepén 40 svájcit behozni a lezárt határon, az ugye elég meredek volt. A vendégeket ugye rendőrségi engedéllyel kellett áthozni az akkor hermetikusan lezárt országhatáron, és az, hogy az esküvő az majd úgy fog menni, ahogy elterveztük, az evidens volt, mert ilyenekkel kellett foglalkozni, hogy hívogattuk a rendőrséget, leszálltak a vendégek is PCR-teszt, és ott, hogyha a menyasszony, vagy a vőlegény, vagy bárkiről kiderült volna, hogy pozitív a tesztje, akkor így borul minden. Tehát az úgy elég kemény menet volt. 2021 nyarán volt egy ilyen nemzetközi esküvőnk, az meleg volt egy kicsit. Ez a hazai Márkatával a stúdióban. Varga Kovács Tíma esküvő szervező, az esküvőkről beszélgetünk, és természetesen azok lebonyolításáról, hogy ha szeretnénk megszervezni úgy a nagy napot, ami az a képzeletünkben szerepel, akkor mikor kezdjük el a munkálatokat ezzel kapcsolatban, hát jó, ha már egy évre előre gondolkodunk. Igen. Ugye többször elmondtuk, de aki most kapcsolódik be hozzánk, hát az első között és legfontosabbként szerepel a vendéglista, az, hogy utána kiválasztjuk a helyszínt, ott már a díszítés, ételital kínálat nagyjából adott. Aztán jöhetnek a szolgáltatások, mint például fotós, videós, zenekar, DJ, ceremónia, mester, természetesen az egyik legfontosabb a torta, amit ugye sok esetben más helyről szerzünk be, nem feltétlen arról a helyszínről, amit kiválasztottunk, és hát aztán, hogy mi mindennel lehet színesíteni, hát itt nagyon széles a paletta, de ugye most hát trendinek számít ez a selfie box, így van, igen. Amihez különböző kiegészítőket is felvehetnek a násznép, és de ezen kívül is ugye még sok mindennel lehet színesíteni. Tudsz segíteni ebben egy kicsit a pároknak, hogy milyen, nem tudom, olyan dolgok vannak, ami nagyon népszerű, és igen, amit érdemes esetleg bevetni. Hát a legnépszerűbb ez a fotósorok, amit te is említettél, vagy selfie box, így kollégák közt szoktunk mosolyogni magunkban, hogy nincs esküvő selfie box nélkül, de egyébként tényleg annyira élvezi mindenki, pedig most már évek óta trend, de mégis nem egy nagy költség, viszont hatalmas élményt ad.
ugye egyből ki is nyomtatja az elkészült fotókat, és a vendégek hazavihetik, tehát azt mondom, hogy zseniális találmány tényleg, ez az egyik. Illetve a másik az élmény alapú esküvő szervezés, tehát valami olyan elemet hozzáadni, amit a vendégek nem megszokott apróság akár, de mégis egy kicsit színesíthetjük. Ugye az alkoholos italoknak a különböző tálalási módja az úgy az esküvővel eléggé szorosan összekapcsolódik, gin tonic bar, fröccs bar, tehát ilyen ami nem feltétlenül kerül pénzbe, csak egy kis előkészítést igényel. Most például tavaly, illetve az idei évben a pezsgő piramis gyűrűzött be így a social médiából, nagyon, nagyon sokan kérik, és igazából nagyon látványos. Tehát arra gondolsz, amikor a poharakat ilyen piramiszerűen felépítik? Igen, felépítjük hullába, és aha, akkor a pár elkezdi felülről önteni, és... Hú, azért amúgy ott a remegő kéz nem sokat segít. Igen. Ha már ugye az esküvői stresszről is beszélgettünk. A pároknak egyébként azt is beszéltük adáson kívül, hogy tulajdonképpen sok esetben ez az első közös ilyen megmérettetése, amikor egy olyan komoly feladatot véghez kell vinni, ahol nem feltétlen találkoznak mondjuk az elképzelések. Igen, szoktam nézni így a párokat, ahogy ezt így lemenedzselik együtt, általában az első közös projektjük, hogyha csak nem vásároltak lakást, vagy építkeztek, vagy van esetleg már gyerek, akkor ez az első, amikor igen, tényleg dönteni kell, kompromisszumokat kell hozni, hiszen azért nem ugyanaz az elképzelés van a fejekben, egyik sem jó vagy rossz, csak egyszerűen nem biztos, hogy ugyanazt gondoljuk, de muszáj valami közös nevezőre hozni ezt a nagy napot, és jól látni, ahogy ezt így megugorják, úgymond. Akkor ebben párok. Például egy esküvőszervező tud segíteni, gondolom. Igen, volt olyan, hogy jött egy ilyen csavaros ötlet, amivel így eldöntöttünk, nem nagy dolgokat, de hogy így próbálunk mi is segíteni, hogy egy kicsit mindenki kapjon. Az ajándékokkal kapcsolatban, amivel a pár esetleg szeretne kedveskedni a nász népnek, ugye ennek régi hagyománya volt, ez kikopóban van, vagy ez továbbra is tartja magát? Egy kicsit, mintha kikopóban lenne, azt szoktuk mondani, hogy akkor jó, hogyha valamilyen személyes dolgot ki tudnak találni, ami rájuk jellemző, tehát az, hogy veszünk egy kocka csokit, az nagy eséllyel felre ott fog maradni az asztalon, tehát hogy ennél egy kicsit kreatívabbnak kell lenni ahhoz, hogy haza is vigye a vendég. Mit tanácsolsz ezzel kapcsolatban? Hát amit általában hazavisznek, az például pálinkás pohár gravírozva, vagy egy hűtőmágnes a párról, vagy például virágmagok, mondjuk lehet, hogy abból is azért nem mindenki viszi haza, de hogy valami, amit utána föl tud használni, ki tud tenni a polcra, és eszébe jut róla az a nap, illetve a pár. Sok mindent említettünk már, még esetleg egy kicsit visszacsatolva adminisztratív teendők esküvővel kapcsolatban, az csak nagyjából a szerződéskötésben kiismerül, vagy van még valami más? Vannak szolgáltatók, ahol ugye van előkalkuláció, ahol több tételből áll össze a költségvetés, ilyen például a dekoráció, illetve a helyszín, vagy a catering. Ez utóbbinál utókalkuláció is van, hiszen lehet, hogy hosszabbítottunk a helyszínen, és akkor ezeket nyilván egyeztetni kell, és az alapján kerül teljesítésre a végszámlának a kifizetése. Nyilván ugye az is fontos, hogy kényelmesen érezzük magunkat, tehát ez most kicsit ilyen csajos kérdés lesz, de azért felkészül egy ilyen közel 40 fokos hőmérsékletre, nem mindegy, hogy mit húzunk magunkra, ezzel kapcsolatban van esetleg valami tapasztalatot, hogy milyen szempontokat érdemes előnybe részesíteni, nem csak annak, aki összeházasodik, ugye mennyasszony és vőlegény, hanem például a nász népnek. Igen, ugye ebben az a trükk, hogy például mennyasszonyi ruhát általában így a téli időszakban próbálnak a lányok. Abba kell valahogy megpróbálni vele képzelni magunkat, hogy mondjuk bejut egy ilyen 40 fokos kánikula, az akkor is kényelmes lesz-e. De manapság tényleg nagyon széles a mennyasszonyi ruha választék, tehát meg fogja találni mindenki, ami kényelmes is lesz, és szépnek is érzi magát benne. Mennyasszonyi ruhát mennyivel a nagy nap előtt érdemes elkezdeni keresgélni és választani? Hogyha új kollekcióban szeretnénk választani, azok évelején szoktak kijönni, tehát ilyen január magasságában, hogyha nem ragaszkodunk ehhez, akkor előtt, ha most nyári esküvről beszélünk, akkor a megelőző ősszel-télen el lehet már kezdeni nézelődni, illetve az is fontos, hogy varratni szeretnénk, vagy bérelni, de nagyjából így.
És ez az időszak. Szerintem ami az egyik legfontosabb a hölgyeknek, hogy kényelmes cipővel kell érkezni egy esküvőre. Igen, tehát semmiképp ne aznap húzzuk fel, hanem így próbáljuk úgymond bejáratni egy kicsit otthon. Na hát nyári esküvőszezonról, és hát most már azért kitolódott a paletta, nem csak nyáron szerveznek esküvőket, hanem télen is, tavasszal, ősszel, tulajdonképpen most már bármikor lehet esküvőt tartani, hát kinek mi az elképzelése, kinek mi tetszik, mennyire akar biztosra menni például, ugye, és kizárni mondjuk az időjárási körülményeket. Varga Kovács Tíma esküvőszervezővel beszélgettem ebben az órában, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy esküvőszervezéssel, lebonyolítással kapcsolatban neked milyen tapasztalataid, emlékeid vannak, vagy ötleteid. 0630303380 ez az SMS számunk, de lehet írni nekünk Viberen is, a Viber keresőbe csak be kell írni, hogy Petőfi Rádió. Tíma, nagyon szépen köszönjük a segítséget. Hallgass magyar zenét online is! A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon. Minden magyar! Ez a Petőfi Rádió!